Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. És hát így lassan a nyári színházi szezon vége felé közeledve szeretném megköszönni azt a figyelmet, amit tanúsítottak az Esztergomi Várszínház programjai iránt. Én azt gondolom, hogy ha így a vége felé szeretnénk összegezni az eredményeket, akkor nincs okunk szégyenkezésre. És még egy pár előadás van hátra, az Esztergomi Bábostábor, ugye, ami 13. alkalommal kerül megrendezésre, és már a javában tart. A gyerek előadások a következők az Esztergomi Bábostábor ideje alatt 7-én délelőtt 10 órakor, a Kormos képpel mutogat, 8-án délelőtt 10 órakor Arany János Toldi előadása, illetve darabját mutatják be a nagyváradi bábosok, és 9-én délelőtt 10 órakor ez a program nem szerepel a szórólapokon és a plakátokon, ez utólag került a műsortervbe, a Csipke Rózsika délelőtt 10 órakor, tehát 9-én, pénteken délelőtt 10 órakor az Esztergomi Várszínházban a Csipke Rózsika című előadást láthatják. És hát a két utolsó előadás pénteken, 9-én este 21 órakor a Dzsungelkönyve, a nagyváradi Szigligeti Színház művészei adják elő, és 10-én este 9 órakor a Dzsungelkönyvének a második előadását láthatják. Az Esztergomi Várszínház, amelyik ebben az évadban, vagy ezen a nyáron ünnepelte a 25 éves fennállásának az évfordulóját, lényegében befejezte az előadásait, és azért mondom, hogy lényegében, mert még azért van egy meglepetés, szeptember végén, 27-én egy saját bemutatóval szeretnénk kedveskedni Önöknek. Ez a munka címe még változik, de ez egy zenés műsor lesz, kétszereplős zenés műsor. Figyeljék a honlapunkat, www.esztergomivárszínház.hu, minden információt megtalálnak majd erről a bemutatóról is. És hát, mint ahogy tavaly is, az idén is, szeptember 7-én és 8-án az Eszter napok, esztergomi történelmi napok várja Önöket. Reggel 9 órától este 6-ig szombaton, és vasárnap 7-én és 8-án, a szeptember első hétvégéjén különböző hagyományőrző játékok, és hát történelmi életmód rekonstrukció, ha lehetne így fogalmazni az Eszter napokat, az idei 2013-as évi Eszter napokat. Ezekre a rendezvényekre is sok szeretettel várjuk Önöket. Köszönöm, hogy velünk voltak. Remélem, jól érezték magukat, és további előadásokhoz is nagyon jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!